A közmunkás szakszervezet ez év júliusában alakult egy Borsod megyei kistelepülésen, azóta országszerte csatlakoztak az érdekképviselethez, jelenleg 4000 tagja van. Nyíregyházán volt az első találkozójuk, ahová 5 megye 72 településéről érkeztek érdeklődők, hangzott el az erről tartott tájékoztatón. Mindazoknak az embereknek az érdekeit kívánjuk képviselni, akik szociálisan nehéz, hátrányos helyzetben vannak. Ide tartoznak azok, akiknek nincs munkahelye, ide tartoznak azok, akik most jelenleg a közmunkásként dolgoznak önkormányzatoknál, ide tartoznak a megváltozott munkaképességű emberek, és még egyszer mondom, mind azok, akik hátrányos helyzetben vannak. A tájékoztatón elhangzott, 2010-ig 60.200 forintot kaptak havonta a közfoglalkoztatottak, ez most 47.000 forint. A szakszervezet célja, hogy visszaállítsák a 2 évvel ezelőtti fizetéseket, illetve heti bér helyett havi kifizetés legyen. A dolgozni akaró kis emberek szakszervezetéről beszélünk. Ezért az a kérésük, hogyha nincs más lehetőség a környéken, akkor a családból legalább egy ember egész éven át dolgozhasson, mert ma 4-6 hónapba szoktak általában dolgozni, esetleg 8 hónapba, és nem mindig 8 órába, tehát sok 6 órás van. 8 órába egy családból egy ember egész évben dolgozhasson. Nyakó István arra is felhívta a figyelmet, a pályakezdő fiatalok egy évig még közmunkára sem jelentkezhetnek. A szakszervezet azt szeretné, ha ez a várakozási idő 4 hónapra csökkenne.